Csékis Ernő fafaragó által készített fenyőtéri kopjafánál szervezett megemlékezést Tataváros önkormányzata, a Szövetség Tatáért Alapítvány és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT az aradi vértanúk halálának 165. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet Michli József, Tataváros polgármestere mondott. Az az erkölcsi nagyság, amelyet a 13 aradi vértanú mutatott föl a magyar nemzet életében, az láthatóan hosszú évtizedek, évszázad után is él a magyar nemzetben. Ma akkor, amikor egy új világot próbálunk építeni Magyarországon is, nemzet megújhodásáról beszélünk, a határok elhalványulásáról és az egész nemzet felemelkedéséről, akkor én a legfontosabbnak az erkölcsi megújulást tartom. Azt gondolom, hogy nemzetünknek igazi megerősödése akkor lesz, ha erkölcsében is, morális értelemben is meg tudunk újulni mindannyian. Ez kezdődik otthon a családban, folytatódik a kisebb közösségekben, települések összefogásában és az egész nemzetben. Ehhez egyenként mindegyikünknek hozzá kell tennie a magáét. Ennek a legmagasabb szintjét, a legmagasabb áldozat meghozatalát mutatták föl ezek a hőseink, akire ma emlékezünk. Az ünnepség végén a város, civil és társadalmi szervezetek, fegyveres testületek képviselői helyezték el a kopjafánál a megemlékezés virágait.